Tegnap sok új hír érkezett Herson irányából. A nemrég felszabadított Nestriga sziget miatt az oroszok kénytelenek voltak erőket elvonni a már eddig is túl nagy kihívást jelentő krönkőben lévő ukrán hídfőtől. Ez a kényszerű átcsoportosítás még jobban megnehezíti azon erőfeszítéseiket, hogy végre leszámoljanak a hídfőben lévő ukránokkal, akik minden előzetes esély ellenére hónapok óta tartják magukat. A híd a közelmúltban új taktikákat fejlesztettek ki, hogy még több problémát okozzanak a térségben tartózkodó oroszoknak. Az elmúlt hetekben az ukránok továbbra is maguknál tartották a kezdeményezést a régióban. A hadsereg szóvivője Natalia Humenyuk hangsúlyozta, hogy az orosz erők a súlyos eszközveszteségek miatt már nem tudnak páncélozott járműveket használni a krünkő elleni támadásaikhoz, ami egyenes következménye a helyi ukrán elektronikai hadviselés és drónok fölényének, valamint a térségben lévő drón és tüzérségi egységeik jobb koordinációjának. Megjegyezte, hogy ezek a tényezők arra kényszerítették az oroszokat, hogy megváltoztassák taktikájukat, és most már csak gyalogsági támadásokat vezetnek Krönkö közelében, amelyekben aztán súlyos veszteségeket kell elszenvedniük. Az ukrán hídfőállás felszámolásának kudarca miatt az orosz védelmi minisztérium menesztette Árkagyi Márzojev altábornagyot, a 18. összhaderőnemi hadsereg parancsnokát. Elbocsátását azzal indokolták, hogy nem sikerült visszafoglalni a Krönky körül elveszített területeket. A vezetőváltás környékén bekövetkező zavarokat feltételezve az ukránok megragadták az alkalmat, és kiterjesztették jelenlétüket a faluban és környékén. Az oroszok, hogy ellensúlyozzák a tényleges sikerek hiányát, többször is azt állították, hogy megtisztították krönkit az összes ukrán erőtől. Amint arra emlékezhettek, ennek bizonyítékaként többször is megpróbáltak orosz zászlót kitűzni a krünki körüli romokra, ami csak az ezeket az akciókat végrehajtó katonák halálához vezetett. Az ukránok úgy döntöttek, hogy bebizonyítják, hogy nem csak jobban tudják ezt csinálni, hanem értelmesebb célt is adnak ennek az akciónak, ezért elkezdtek a drónok segítségével ukrán zászlókat szállítani és kitűzni ezeket különböző helyekre. A drón használata lehetővé tette számukra, hogy nehezen megközelíthető helyeket is elérjenek, ugyanakkor megőrizzék katonáik értékes életét. A drón technológiát kihasználva a Nyipró folyó keleti partján több helyen is megjelentek az ukrán zászlók. Ennek a taktikának az első alkalmazása egy közvetlen válasz volt egy olyan orosz kísérletre Krönki környékén, amelynek következtében az agresszor újfent kijelentette a hídfő felszámolását. Erre válaszul az ukrán drónkezelők egy zászlót dobtak le egy mező közepére a település közelében, tudván, hogy az orosz parancsnokok csapatokat fognak oda küldeni, hogy mindenáron eltávolítsák a zászlót onnan. Ezzel a nyílt mezőn próbálkozni biztos halált jelentett a küldetést végrehajtók számára. Az ukrán zászló sokáig ott lengedezett, mivel az oroszok többször is sikertelenül próbálták azt leszedni. Az itteni sikert látva az ukrán harcosok úgy döntöttek, hogy tovább fejlesztik ezt a taktikát, és elkezdték a zászlókat magasabb, nehezen megközelíthető objektumokra helyezni. Az első ilyen eset az alábbi, krünkiből származó geolokációs felvételen látható, amely azt mutatja, ahogy egy zászlót egy vízszivattyúra helyeznek, hogy ezzel provokálják ki az oroszok reakcióját. Az ilyen akciók arra késztetik az orosz erőket, hogy megpróbálják a lehető leggyorsabban eltávolítani ezeket a zászlókat, vagy úgy, hogy értékes FPV drónokat küldenek a felrobbantásukra, ami gyakran kihívást jelentő feladat, különösen az első próbálkozásnál, vagy a legtöbb esetben úgy, hogy katonákat küldenek, akik kézzel végzik el ezt a feladatot, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a katona eközben életveszélyben van. E taktika sikerén felbuzdulva az ukránok az eljárást a folyó orosz oldalán lévő több faluban is alkalmazni kezdték. A Kozácsi Láhariről készült geolokációs felvételek rávilágítanak arra, hogy ez mennyire veszélyes lehet. Ahogy az előző esetekben is látható volt, az ukránok jellemzően olyan magasan fekvő, jól látható tárgyakra helyezik el a zászlókat, mint például kémények és vízszivattyúk. Ezúttal tovább fokozták a taktikájukat azzal, hogy halálos csapdát állítottak. Egy drónkezelő először egy zászló nélküli FPV drónt landoltat egy vízpumpa tetején, azzal a célral, hogy felkeltse az oroszok gyanúját. Amikor az orosz parancsnokok egy katonát küldenek nyomozásra, az elkezd mászni, hogy megvizsgálja a tárgyat. Eközben az ukránok egy másik drónnal figyelik a helyzetet. Amikor az orosz katona eléri az FPV drón szintjét, távolról felrobbantják azt, aminek következtében az orosz katona lezuhan az imént megmászott lépcsőn. Az ukránok egyik merész akciójuk keretében egy hatalmas vízben álló hajó tetején helyeztek el egy zászlót. Ez a hely a folyó mindkét partjáról jól látható, ami aztán komolyan hergeli az oroszokat. Ezek az akciók aztán jelentős veszteségeket okoznak az orosz személyzetnek, és komoly nehézségeket jelentenek a helyi orosz parancsnokok számára, akikre a feletteseik már amúgy is ferde szemmel néznek a nem megfelelő teljesítményük miatt. Eddig körülbelül egy tucat ilyen ukrán műveletre került sor, amelyek aztán olyannyira hatékonynak bizonyultak, hogy több ukrán egység is elkezdte alkalmazni ezt a taktikát más térségekben, ahogy az ezen a Bakhmut térségéből származó geolokációs felvételen is látható. Összefoglalva, az ukrán erők továbbra is zaklatják az oroszokat a Dnipró bal partján. Nem csak fenntartják és bővítik a Krönküben és környékén lévő hídfőállást, hanem folyamatosan új, drónokra alapuló innovatív taktikákat fejlesztenek, hogy további károkat tudjanak okozni az ellenségnek. Ezek az akciók arra kényszerítik az oroszokat, hogy jelentős erőket tartsanak fenn ebben a régióban. Szám szerint mintegy 75 ezer és 90 ezer fő közötti létszámról van szó, amely nagyságrend a Dombász súlyos csatáktól tépázott területein állomásozó erők méretével hasonlítható össze. Ez a kifejezetten jelentős helyi megszálló erő végső soron a Dombászban lévő ukrán védők számára jelent könnyebbséget, segítve őket abban, hogy ellen tudjanak állni az orosz támadások ismételt hullámainak. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.